megtartotta 20. ülését a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület, melyen a képviselői kérdésekkel együtt 12 napirendi pontot tárgyaltak meg. Mindegyiket elfogadtak, ám sok hozzászólás, kérdés és felvetés is akadt, főleg ami a 2017-es évi zárszámadást és az állami számvevőszék jelentését illeti. A teljes év átvizsgálása után a 2017-es év visszaellenőrzése azt eredményezte, hogy az állami számvevőszék mindent rendben talált, ám ez nem volt így 2016-ban, de a hibákat sikerült kijavítaniuk. Az ülés elején magyarázatot kapott az ellenzék képviselője, aki nehezményezte, hogy a testület nem foglalkozik a martonosi helyzettel. Mint ismeretes, az utóbbi időben egyre több koszovói roma betelepülő érkezett a faluba, akik nem a megszokott normák szerint viselkednek, ám mint ahogy az elhangzott, nem a képviselő testület hatáskörébe tartozik az üggyel való foglalkozás. A polgármester azonban biztosította a felől a jelenlévőket, hogy bár a képviselőtestület ezzel a kérdéssel nem foglalkozhat, maga az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, hogy mérsékelni tudják azokat a problémákat, amik most Martonoson jelen vannak. A hiányosságként felmerülő igényeket tudják orvosolni, például a rendőrség számára autókat biztosítanak, amelyekkel sűrűbben fognak járőrözni. Mindaz, amire hivatkoznak, hogy a képviselőtestület megszavazott egy rájuk vonatkozó, tehát a betelepültekre vonatkozó határozatot, ez mind nem igaz, mert a képviselőtestület azt szavazta meg, hogy azok az emberek, akik Koszovóról menekültek, vagy a délszláv háborúk alatt Boszniából, vagy Horvátországból menekültek, vagy a kitoloncolás eredményeként a nyugati államokból visszatoloncolták őket, azokkal hogyan és milyen formában kell foglalkozni az önkormányzatnak. Ezek a betelepültek viszont, akik Martonoson házakat vesznek, ők önszántukból hagyták el Nyugat-Európát, ott pénzt kaptak azért, hogy hazajöjjönek, nem kitoloncolták őket, nem rendőrségi felvezetéssel hozták ide őket, és azért választották Martonost és Horgost, mert hogy sajnálatos módon nálunk van Szerbia legnagyobb határátkelő helye, és ők ideiglenesen addig fognak itt tartózkodni, még nem tudnak újra visszamenni Nyugat-Európába. Fontos előrelépés, hogy az ellenzék képviselőivel megállapodtak abban, hogy a következő bizottsági tanácsülésen az ellenzék is megjelenik. Előterjesztették továbbá a rendelet javaslatot arról, hogy Horgoson a Szent Orbán borlovagrend emlékművet állít a szőlő és szőlőtermelők védőszentjének saját költségén. De megtárgyalták a Tiszamenti Vízművek Kft. 2018-as évi üzletviteli programja első módosításának és kiegészítésének jóváhagyását, ami a foglalkoztatottak költségeire irányult. Elfogadták a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény díjjegyzékét, továbbá a Regionális Kreatív Műhely felügyelő és igazgató bizottsági tagjának felmentését és kinevezéseit.